Ballag már a vindiák, elmegyek. Ezek a hagyományos ballagási dalok hazánk minden általános iskolájában felcsendülnek a tanév zárultával. Így volt ez Hajdúnánáson is június 21-én, amikor a Bocskai iskola három intézmény egységében zajlottak a ballagási ünnepségek. Feldíszített tantermek, ballagó tarisznya, utolsó pillanatok a megszokott helyeken, aztán indulás, amely egyben szimbolikus jelentőséggel is bír. 14-15 évesen egy új, másik világba csöppendek majd, ami ugyan hasonlít is a megszokotthoz, de már egy másik életkor küszöbét is jelenti. A Bocska iskolában 100 diák vett végső búcsút az általános iskolától, és az A és B osztályok az Óvoda utcai intézményegységben. Az iskola zászlóját hagyományosan a búcsúzó 8. osztályosok átadták az őket követő 7-eseknek. A ballagó diákok nevében Nagy Lara mondott búcsúbeszédet. Kedves ballagó társaim, fájó tekintettel nézek rátok utolsó iskolai ünnepségünkön. Életünk 8, kalandokkal teli éve zárul le a mai napom. Alsós éveinket az iskola utcai intézményegységben töltöttük. Ez az épület, udvar, rengeteg emléket hordoz magával. Anikó néni és Julika néni volt az osztályfőnökünk, anyukánk helyett is anyukáink voltak. De nem csak a tananyagot tanították meg, hanem a helyes kommunikációt is. Ha kellett, százszor is leírtunk egy-egy illemszabályt, bűnbánóan álltunk büntetésből az udvar falánál. Nagyon örülünk, hogy régi hangulatosabb játszóteret mi használhattuk utoljára. Akkoriban még nem érdekelt senkit, mit viselünk, hogy nézünk ki, telefon nélkül is jól éreztük magunkat. Amikor átkerültünk az Óvoda utcára, hirtelen legnagyobbakból legkisebbekké váltunk, félelemmel töltött el minket az új rendszer, a sorakozó, az ebédelés, a magyar és matematika csoportok. Ötödikben új osztályfőnököket kaptunk, Erzsike nénit és Andi nénit. Erzsike néni időkapszulába tette üzeneteinket, melyet csodálva és értetlenül figyeltünk. Visszatekintve jó ötlet volt, 4 év után izgalmas volt visszaolvasni. Bár utóbbi időben főleg a szigorúságát érzékeltük, akaratlanul és akarva is jóra nevelt minket. Andi néni szuper programokat szervezett, hogy összekovácsolja az évfolyamot. Például a Kisvárdai Filmparkban mozisztároknak érezhettük magunkat. Sokat segített ötleteivel a diákigazgatónak a kampány és a jól sikerült fordított nap alatt. Lassacskán megszoktuk a változást, életünk részévé vált a teremről teremre vándorlás. Amikor a Covid-járvány tetőzött, sokan örültünk, hogy nem kellett bejárnunk az iskolába, viszont visszagondolva jobb lett volna azt a sok időt együtt tölteni. Tóth Imre igazgató úr az intézmény nevében bocsátotta útra a tanítványokat, emlékeztetve az együtt töltött szép évekre. A mai nap ünnep, és egyszerre búcsú is. Ünnepeljük a diákok eredményeit, a közös munkát, a felhalmozott tudást, a kialakult barátságokat. Búcsúzunk az iskolapadoktól, a gondtalanabb diák évektől, és izgatottan várjuk a jövőt, ami tele van lehetőségekkel és kihívásokkal. Emlékezhetünk a tanév elején tett ígéreteinkre, a célokra, melyeket el akartatok érni. Az elmúlt néhány héten számba vehettétek, mennyit haladtatok előre, mennyit sikerült elérni abból, amit célul tűztetek ki, mennyit tanultatok, mennyit fejlődtetek. Biztos vagyok benne, hogy többnyire büszkék lehettek magatokra, hiszen mindnyájan tettetek több-kevesebb lépést a céljaitok felé. Az elmúlt tanévben nem csak a tanulásban, de a közösségi programban is aktívan részt vettetek. Számos versenyen, kiránduláson, pályázaton mutathattátok meg a tehetségeteket, összetartozásotokat és a kreativitásotokat. A folytatásban a legkiválóbb tanulmányi eredményekért, sport és közösségi munkáért vehetek át elismeréseket a diákok. A Polgári utcai intézményegységben családtagok, iskolatársak gyülekeztek az udvaron, hogy részesei lehessenek a búcsúzó ünnepségnek, amely aztán a tornateremben zajlott. Az ünnepélyes bevonulást követően Fazekas Milán 8. diák szólt az iskolában eltöltött 8 tanévről. Ez az idő, amikor nekünk is búcsúzunk el, végre, vagy mégsem.
Nagyon vártuk ezt az ünnepséget, a ballagást. Most mégis furcsa megérni ezeket a pillanatokat. Itt állunk ünneplőben, virággal kezünkben, szüleink, tanáraink, barátaink körében, és utoljára sétáltunk végig az iskola diákjain a megszokott folyosókon. A legtöbben 8 éven át jártunk ebbe az iskolába, azonban vannak köztünk olyanok is, akik később csatlakoztak hozzánk. Az együtt eltöltött évek alatt 6 éves kisdiákokból 14-15 éves fiatalokká cseperedtünk. Az elballagó diákoktól Mónusné Ruszin Anna igazgatóhelyettes vett búcsút. Kedves ballagó 8-asok! 8 évet töltöttetek ebben az iskolában. Eljött az idő, hogy tovább lépjetek, hogy másfél próbáljátok szerelmesen. Itt az ideje a búcsúnak. Búcsúzva tanáraitoktól, az iskola dolgozóitól, iskolás társaitoktól, az iskola épületétől, tantermeitől. 8 szép évet töltöttetek ezen falak között, amikor először jöttetek az évítóra, nem is gondoltátok, hogy ilyen hamar el fog repülni ez a 8 év. A 8. C-osztályosoknak bizonyára felejthetetlen lesznek a napközis Erzsébet táborok, őszi és tavaszi osztálykirándulás Számkán, budapesti kirándulások a Csodákpalotájára, a Cyberjump Park látogatással, debreceni mozizás, kirándulás az Adórába, a keringő, a vidám farsangó, Mikulás bulik, játékdéltánok, fagyizás, sütizés, szülőkkel együtt történt és szervezett programok. A 8. D-osztályosoknak is kedves emlékei az osztálykirándulások. Tedejre, a Hortobágyra, Nyíregyházára, a Farmúzeumba, többször városunkban a Kenderes kertbe, színház és mozilátogatások, biciklitúrák, közös programok a szülőkkel, főzés a Ligetben, játék délutánok, klub délutánok, Mikulás csomagcserék, keringő és csillagtúra az iskolában a 8. osztályban. A sok szép, amiről osztályfőnökeitek beszéltek nektek, egyszer tulajdonságaitok közé fog kerülni. A tanítási órákat, az osztálytársakat, a közös programokat szép emlékké fogja varázsolni az idő. A mai nap sok elismerést talál gazdára, mely nagyszerű teljesítményről feltétlenül beszélnünk kell. Nem feledkezhetünk meg osztályfőnökeitekről, Cünegéri Darószi Julianna és Székelyné Nádra Zsuzsanna tanárnénikről. Jucika néni és Zsuzsa néni kedves és türelmes volt hozzátok, rengeteg tudás átadása mellett nagyon örömötökre érdekes programokat, kirándulásokat szerveztek. Segítették pályaválasztásokat, felvételi jelentkezéseket, szereplésre, fellépésekre, versenyekre készítettek fel benneteket. Mindig számíthattatok megértésükre, ha valakinek valamilyen gondja, problémája volt. Folyamatosan vezettek benneteket a cél felé, hogy sikeresek legyenek a tanéveitek, megkaphassák az általános iskolás bizonyítványotokat. A hagyományoknak megfelelően itt is átvehették jutalmaikat a legjobban teljesítő diákok. A Magyar Utcai Intézményegységben szintén június 21-én szólt az utolsó becsengetés a 8-os diákoknak, és indult el a 8. E-osztály a ballagási ünnepség helyszínére. Talán kevésbé közismert, hogy a ballagás szó a latin valentás, vagyis búcsúzó kifejezésből származik. A valitáló, vagyis búcsúzó diákok itt is átadták az iskola zászlaját a hetedikeseknek, és felkötötték rá az évfolyamot jelző szalagot. Biztos vagyok abban, hogy szeretettel és hálával gondolunk majd vissza rájuk, és tudjuk, hogy ők csak jót akartak nekünk. A tanulás mellett sok élményt gyűjtöttünk. A kirándulások, a táborok, a versenyek, a klub délutánok, a táncpróbák, barátságok, szerelmek, az óra előtt gyorsan megírt házi feladatok. Ezeket az emlékeket, érzéseket egy életen át magunkénak tudhatjuk. Most el kell búcsúznunk egymástól, mert más célok, feladatok választanak minket el. Arról nem is beszélve, hogy már ezt az iskolát is kinőttük, mi 8 éve az Zoit. Éppen nem követünk el diákcsínyeket, nem mesélünk érdekes sztorikat egymásnak. Nem idegesítjük tovább tanárainkat, akik reméljük csak a jóra emlékeznek rólunk. Az elballagókat Szabó Sándor igazgató helyettes úr búcsúztatta, kedves szavakkal emlékezve az együtt eltöltött évekre. Ma egy különleges alkalomra gyűltünk össze, hogy búcsút vegyünk a 8. E-osztálytól, egy olyan különleges és egyedi közösségtől,
amely számtalan emléket és élményt hagyott maga után az iskola falai között. Volt egy osztály, olyan egyedi, nem is gondolnád. Ez ma már harmadjára hangzik el, de olyan szép és magas gondolat, hogy nem lehet elégszer ismételni. Ez a két sor tökéletesen leír azt a varázslatos közösséget, amelyet ti, kedves 8. osztályosok, alkottatok. Az évek során különböző egyéniségekből, különböző háttérrel rendelkező diákokból kovácsolódott össze egy összetartó csapat, akik nem csak tanulmányaikban, hanem barátságaikban, szerelmeikben is kiemelkedőek voltak, és nagyon aranyosak. Emlékszem, amikor először léptetek be az iskola kapuján, még félénken és izgatottan. Azóta eltelt 8 év, és ti most már magabiztos, érett fiatalokként álltok itt előttünk, készen arra, hogy új kihívásokkal nézzetek szembe. Az itt töltött idő alatt nem csak a tananyagot sajátítottátok el, hanem olyan értékes tapasztalatokra és ismeretekre tehettetek szert, amelyek egész életetek során elkísérnek majd titeket. Megtanultátok, hogy a tudás hatalom, hogy a kitartás és a szorgalom mindig meghozza a gyümölcsét, bár erre néha nehéz volt rájönni, és hogy a barátság, az összetartás az egyik legnagyobb erő az életben. Sok emlékezetes pillanatot éltünk át együtt, és ezek az emlékek mindig mosolyt fognak csalni az arcunkra. Legyen szó egy sikeres verseny eredményéről, egy emlékezetes kirándulásról Erdélybe, vagy akár egy közös projekt megvalósításáról Erdőbényén. Ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen különleges közösségé váljatok. Kedves diákok, az élet most új kapukat nyit meg előttetek, és én biztos vagyok benne, hogy mindannyian sikeresen fogjátok venni az előttetek álló akadályokat. Ne felejtsétek el, hogy az itt szerzett tudás és tapasztalatok segítenek majd benneteket a jövőben, és hogy mindig számíthattok egymásra, bármerre is sodor az élet titeket. Nagyné legény Ildikó a város nevében köszöntötte a búcsúzó 8-osokat. Azért, akik szülőként itt vagyunk néhány éve az iskolában, látunk benneteket felnőni. Jól emlékszem sokótokra, és biztosan többen vagyunk itt így. És azért a fejünkre nőttetek az elmúlt évek alatt. Egy hatalmas dolog is. Remélem, hogy nagyon sok mindent visztek el ebből az iskolából. Nagyon nagy szeretettel mondok köszönetet minden pedagógusnak a mai napon. Hiszen azt gondolom, hogy egy önkormányzat életében nagyon fontos az, hogy a gyerekek hol és milyen kezek között tanulnak. Nyilván mi azért tudunk a legtöbbet tenni, hogy kiváló intézményekbe tudjatok járni, és köszönetet tudjunk mondani a pedagógusoknak azért az elhivatott és szakmai munkáért, amit minden évben tesznek a gyermekekért. Úgyhogy én minden kedves tanévzáró gyereknek azt kívánom, hogy pihenjétek ki magatokat a nyáron, élvezzétek a nyári szünetet, és legyünk nagyon sokat a családjaink körében. És tartsuk meg azt a közösséget, ami itt van, és amiről ez az iskola nagyon jól tanúskodik. Néhány napja vettünk részt a szokásos 7 éve tartó családi napon, és azért az a közösség, ami itt van, az higgyétek el, hogy nagyon sokat ér. És ha bármi probléma is van az életben, ez majd átsegít minket rajta, és ez a közösség fog megtartani minket. A legjobbaknak kijáró jutalmak átadását követően Tóth Imre igazgató úr szólt a ballagó diákokhoz, és mondott köszönetet mindenkinek, aki hozzájárult az iskola eredményeihez. Köszönetet szeretnék mondani nagyon sok diáknak, minden diáknak az elmúlt tanévért, hiszen mindenki a képességének megfelelően szorgalmasan tanult, és amit megálmodott, azt remélhetőleg elérte a tanév végére. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a szülőknek, akik támogatták őket a tanév során. Nagyon sokan támogatták még rajtuk kívül a tanulóinkat és az iskolát. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a kis és nagy vállalkozóknak, akik kis vagy nagy adománnyal, de hozzásegítették azt, hogy az iskola a megálmodott programjait elvégezze. Ez a néhány nappal ezelőtt megtartott családi napban csúcsosodott ki. Szeretnék köszönetet mondani a városi önkormányzatnak, amit most Nagyné Legény Ildikó alpolgármester képvisel, mert bármikor szükségünk volt bármire, akkor ők azt megtették, hogy segítettek a megvalósításban.
Szeretnék köszönetet mondani az iskola rendőreinknek, illetve az egész rendőrségnek, akiket Csőz Krisztián rendőrkapitány képvisel. Ők is mindig, minden alkalommal, amikor szükségünk volt a segítségre, akkor nem mondtak nemet. És szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a iskola ez évi sikeréhez. És nagyon gyorsan le is zárom, mert itt az ebédidő. A nyolcadikosok egy új helyre mennek majd szeptembertől. Én hiszem benne, hogy meg fogjátok találni a helyeteket, és eléritek azokat a célokat, amelyekről most álmodoztok. A többi tanuló pedig majd követ benneteket, hiszen szép lassan minden évben egy évvel idősebbek lesztek, és mindenki eljött egyszer odáig, hogy itt ül a fák árnyékában, és azon gondolkozik, hogy a csodavidejel már sose fogunk így találkozni, mert sosem fogunk így ülni egymás mellett, majd valamikor szeptembertől új iskolatársakkal folytatódik az élet. A hagyományoknak megfelelően itt is átvehették jutalmaikat a legjobban teljesítő diákok. Szabó. A református általános iskola 23 ballagó diákja az iskolából a templomba vonult át, amely utat az elmúlt 8 év alatt nem egyszer megtették. Az ősi templom hűs falai között elsőként az egyházközség vezető lelkipásztora, nagy tiszteletű Gacsályi Gábor szólt a ballagókhoz, emlékeztetve őket mindarra, hogy mit jelent a biztos tudás, a biztos alap, amivel útra kelhetnek egy másik tanintézménybe. Örömteli, boldog napon, amelyben ott vannak a könnyek a szemünkbe és a szívünkbe, hiszen még most voltak kicsik, óvodások, alsó tagozatosak, és ímé már ballognak. És ez a ballagás nem csak valóságosan történik meg, hanem bizony ott van a szívben, lélekben, anyai, nagymamai, apai szívekbe, el kell engedni. Lassan hozzá kell szokni. Köszönjük, hogy te azt ígérted, és oly sokszor, hogy velük vagy, velünk vagy, és velünk maradsz. Hadd halljuk meg a te ígédnek szavát, amely most is igazság. Hadd jusson el szívünkig, lelkünkig. Hallgass meg minket. Te áldottál mai napunkat. Amen. Jó volt veletek lenni. Jó volt hittanórán lenni, konfirmáció órán lenni, jó volt örülni veletek együtt, és aztán ott vannak a könnyek a szülők szemében is. Férfiak ugyan tartják magukat, na de hát, mivé lett a cserebogár? Megnőtte. És talán belül potyognak a könnyek. Eszetekbe jutnak a szép családi alkalmak, szép családi napok, együttlétek. Iskoláskorban pedig majd arról, amiről fogunk hallani, az iskolai élmények. Én csak két dolgot szeretnék a szívetekre helyezni. Itt az Isten választott népének életébe elkezd épülni az új templom. Alapok megvannak. Maradjunk ennél. Kérdezem tisztelettel, az alapok megvannak? Ismeret, tudás, matek, magyar. Hogy fogtok vele majd élni ezekkel a talentumokkal, amit adott az Isten? Legyen az a mi ősi gimnáziumunk itt, ebben a városban, vagy Böszörmény, vagy Debrecen, vagy Nyíregyháza. Igaz? Több felé mentek. Egyből lesz majd szeptember közepén egy felmérő, milyen alapokkal jöttetek. Milyenek az alapok? És ez nagyon fontos, mert erre lehet építeni. Ha nem jó az alap, előbb-utóbb borul a ház, még a templom is. Ha nincs igazi alap,
De ott kell, hogy legyen az ismeret mellett, a lelki ismeret mellett, benne van a szóban, a lélek. Milyen a lelki alap? Hogy tudtok elindulni ebbe a világba? Új közösségek, új barátok, új osztálytársak. Ki ezt hozza, ki azt hozza. Van, aki világi önkormányzati iskolából jön. Van, aki egyházi iskolából. Milyenek a lelki alapok? Nagyon fontos, hiszen a ti korosztályotok különösen is ki van és ki lesz téve azoknak a dolgoknak, amelyek áramlanak az ifjúságra. Farkas Ferencnek, az iskola igazgatójának különleges volt ez a most balagó osztály, hiszen 2 évig volt osztályfőnökük. Különleges alkalom számotokra ez a mai nap, de meg kell, hogy mondjam, őszintén számomra is. Hiszen nem csak mint igazgató, hanem mint volt osztályfőnökötök is szólhatok hozzátok. 2 tanéven keresztül, 2020 és 2022 között, 5.-6. évfolyamon én folytathattam Zsuzsa néni megkezdett munkáját. Jól emlékszem az első napra, amit együtt töltöttünk. 32 kíváncsi szempár tekintett rám az osztályterembe. Hú, de sokan vagytok, gondoltam magamban. Nem csak sokan voltatok azonban, hanem sok-sok ötleteitek is voltak közösségi programjaik megvalósításához. Ezeket az ötleteket azonban csak később sikerült valóságá váltani, mert a Covid időszak keresztül húzta a terveket. A digitális oktatás során is kitartottatok, és lelkesen oldottátok meg a feladatokat az online órák során. Nagy kihívás volt ez diák, szülő, tanár számára egyaránt. Kiszabadulván a vírus fogságából kerékpártúrákat tettünk a Stutzfarmra, majd Tedejre, az Előháti erdőbe, Hajdúdorogra. Számháborúztunk a Ligetbe, klub délutánokon, játék délutánokon feledhetetlenül szórakozhattunk. Ellátogattunk a Debreceni Médiaért és Oktatóközpontba, Bűvösföldbe is, ahol szinkronizálhattatok, remek videókat, rádióműsorokat, híreket szerkesztettetek. Jókat mókázhattunk a korcsolyázók során is, Nyíregyházán és Debrecenben. Nem felejtem el az odaadó munkátokat robotika szakkörön, ahogy élvezettel építettétek a Lego robotokat. Osztánykiránduláson, Tokajban, Tarcalon túráztunk, de jártunk Lilafüreden is, ahol ősember és cseppkőbarlangot tekintettünk meg, sőt, még erdei sikló, gyíkot, pókot, szarvasbogarat, hangyát, és még ki tudja miket fogtatok meg néhányat. Önfeledten csobbanhattunk a Balatonba is, az Erzsébet táboroknak köszönhetően Zánkán és Fonyódligeten. Ezek mellett számos egyéb iskolai versenyeken, szakkörökön, táborokban vehettünk együtt részt, szívesen emlékszem vissza ezekre a közösségi építőprogramokra. A vezetőség és kollégáim nevében bátran mondhatom, hogy hálásak vagyunk nektek odaadó tanulmányi munkátokért. A hála szavai azonban nem csak nektek szólnak, hanem fenntartónknak, a Hajdunánási Református Egyházközségnek, aki minden feltételt biztosított tanulmányaitok során, így szép környezetben, modern felszerelések között fejleszthettétek ismereteiteket. Természetesen a benneteket tanító pedagógusok áldozatos munkájáért is szól a hála. Köszönöm kollégáimnak is az értetek végzett lelkiismeretes oktató-nevelő munkájukat. Szeretettel mondok köszönetet Gacsáy Gábor vezető lelkipásztornak és Kocsis Áron lelkipásztorunknak a pénteki áhítatokon, a családi vasárnapokon, a konfirmációs felkészítések során nyújtott hitmélyítő munkájukért. Feketéné Fülep Anett iskola lelkészünknek a hétfői áhítatokért, hitoktatóinknak, valamint vezetőtársainknak, akikre mindig lehetett számítani a hitéleti és egyéb programjaink megszervezésében, lebonyolításában. Az elmúlt években rengeteg munka és kitartás volt szükség ahhoz, hogy ma itt lehettek. Mindannyian keményen dolgoztatok azért, hogy elérjétek azt a célt, amelyért annyit küzdöttetek. Az iskolás évek alatt sokat tanultatok, fejlődtetek, és életre szóró barátságokat kötöttetek. Ezek az élmények és tapasztalatok mind segítenek majd benneteket abban, hogy erősek legyetek és merészek az elkövetkező kihívásokkal szemben. Az általános iskolából való kilépés mindig egy kezdet is egyben. Egy új kezdet, amely tele van lehetőségekkel és utakkal, amelyeket bejárhattok.
Fontos, hogy mindannyian nyitott szemmel és szívvel lépjetek be ebbe az új fejezetbe, és merjétek kihozni magatokból a legtöbbet. A hagyományoknak megfelelően itt is sok búcsúzó diák vehetett át jutalmakat. Ki kiváló tanulmányi eredményeiért, ki versenyeken való sikeres szereplésért, közösségi és sportmunkáért. Seres Mátétól. A jutalmak átvétele után a ballagok nevében mondott búcsúbeszédet Kónya Zsombor. Ma szólt utoljára a csengőszó nekünk. Várva várt, mégis nehéz nap a mai. Várva várt, hiszen a mai nap rólunk szól. Nekünk állnak sorfalat, a mi kezünkben gyűlik a virág. Ma bennünket búcsúztatnak. Nehéz, mivel ezen a napon lezárul életünk egy szakasza. Nagyon vártuk, és csak az utolsó napokban éreztük át igazán, hogy mennyire biztonságban voltunk itt. Otthon voltunk. Történetünk 8 éve kezdődött, amikor izgatottan, kíváncsian és némi félelemmel szívünkbe beszálltunk a református iskola hajójába. Nem voltunk egyedül, mert szüleink feltő tekintete kísért be minket az iskola kapuján, majd a tanítónénik oltalmazó és bátorító szavaival bekísértek minket az osztályterembe. Segítségükkel elsajátíthattuk a betűvetés tudományát, az olvasás titkát és bevezettek a számok rejtelmeibe is. Ennek már 8 éve. Mintha csak ma történt volna. Igaz, szüleink a csodás pillanatokra talán jobban emlékeznek, mint mi. Aztán nem sokára felsősök lettünk. Új tanárokkal, új környezettel, új osztálytársakkal ismerkedtünk meg. Tudásunk gyarapodott, mi növekedtünk. Mások lettek gondjaink, mások a céljaink. És az idő egyet csak múlt. Ballagó nyolcadikosként az együtt eltöltött hosszú évek emlékei kavarognak bennünk. A versenyek erőpróbái, a kirándulások vidám pillanatai, a játékok izgalmai. Mosolyogva emlékezünk vissza azokra a napokra, amikor ráébredtünk, hogy hamarosan el kell búcsúznunk egymástól. Szomorúan gondolunk arra, hogy többé már nem követünk el együtt diákcsínyeket, nem mesélünk mulatságos, tanulságos történeteket. Az elmúlt 8 év emlék lesz. Egy emlék, ami lassan elhalványul, megkopik, de nem tűnik el nyom nélkül. Búcsúzunk tanárainktól. Ők nem csak tanítottak, neveltek is minket. A tanítónéni szava, amely törvény volt sokáig, kísért bennünket. Igaz, ez az évek során veszített erejéből, különösen most a kamaszkorba járva. Ezért is kell köszönetet mondanom a magam és diáktársaim nevében osztályfőnökeinknek és tanárainknak azért a sok türelemért és segítő fáradozásért, amit értünk tettek. Nem csak a tanórákon, hanem az együtt átizgult versenyeken és a pályaválasztási időszakában. Elismerjük, hogy mi sem voltunk hibátlanok. A felnőttek szokták mondani, hogy az idő megszépíti az emlékeket. Bízunk benne, hogy ez velünk is így fog történni. Elfelejtik a bosszúságokat, és csak a szép emlékek maradnak meg. A folytatásban a búcsúzó nyolcadikosok átadták az iskola zászlaját a hetedik osztályosoknak. Búcsúzik a 2024-ben ballagó nyolcadik osztály. Minden feltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Példabeszédek könyve 4.23. A ballagás zárásaként Kocsisáron tiszteletes úr kért áldást az elballagó diákok további életére. És az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. A kegyelem pedig el nem múló szeretetében, ami Urunknak igazságában, Jézus Krisztusnak tanításában és a lélek egymás iránti jó akarat adásában mindenkor ajándékozzon meg benneteket. Amen. A búcsúzó diákok a lelkipásztorok elköszönése és készfogása mellett ért vissza az ősi iskola falai közé.